bízunk abban, hogy sok gyerek itt fog maradni, és megkezdi a tanévet ebben az iskolában, ahol eddig is tanult. A Nagydobronyi Líceumban a 2021-2022-es tanév június 9-én zárult. Az oktató-nevelő munka azonban itt nem ért véget, ugyanis az intézmény falai közt június 20-án kezdetét vette a Határtalanul nevet viselő nyelvi iskola. A szervezők egyik kiemelt célja, hogy a tábor által igényt ébresszenek tanítványaikban a tartalma szabadidő eltöltésére, valamint a közösségi együttlétre. A tábor célja, hogy aktivizáljuk a gyerekeket, visszazökkentsük az iskolai életbe, és azért megismételjék egy kicsit a kimaradt dolgokat. Nagy segítséget nyújtott ebben nekünk a kistérség, hisz ők biztosítják a gyerekek étkeztetését, és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség, aki szintén hozzájárul pénzösszeggel a tábor fenntartásához. Első osztálytól 6. osztályig jelentkeztek a gyerekek a táborba, az ő számukra volt meghirdetve, 112 gyerek vesz részt a tábor munkájában. Mi mindenképpen arra hangolódunk, hogy szeptember 1-én kezdünk szokásos módon, nem online oktatásban, jelenléti oktatásban, és bízunk abban, hogy sok gyerek itt fog maradni, és megkezdi a tanévet ebben az iskolában, ahol eddig is tanult. Viszont a felmérések alapján nagyon sokan készülnek elmenni Magyarországra. Dr. Kovács Attila, az intézmény biológia és ökológia tanára, valamint a tábor koordinátora elmondta, a program célja a nyelvtanulás mellett a robotika és a természettudományok népszerűsítése. Biztosítjuk számukra az ukrán nyelv, magyar nyelv és angol nyelv felzárkóztató foglalkozásokat. Emellett létrehoztunk egy természettudományi szekciót is, ahol természetrajz, biológia, illetve matematikát is gyerekek tanulhatnak. Tehát ugye a természetrajzot illetően egyértelműen a kisvidékünk Kárpátaljának a növényes állatvilágával, valamint a Vöröskönyvben lévő fajokat szeretnénk nekik megtanítani, átadni, illetve az intézményünkben történő maradás mellett is kívánjuk ezeket a táborokat létrehozni, hiszen a mi intézményünk az Ungvári járás egyik legerősebb intézménye bizonyítottan, tehát a megyei, járási és pedagógus szövetség által szervezett vetélkedőkön kimagasló, sőt, kimerem hangsúlyozni, torony magasan helytállnak a diákjaink, és ezért köszönet a kollégáknak, a szülőknek és egyértelműen a gyerekeknek is.